Voltak olyan kísérletek, melyek nem sikerültek. De voltak olyanok is, mellyel világrekordot értek el a hétvégi gyulai erőemelő Európa-bajnokságon. Fazekas Olivér 270 kg súllyal teljesítette a guggolást, melynek lényege, hogy vízszint alá kell menni. Erre a megmérettetésre január óta készül. Célja a 280 kg súly kiemelése volt. Naponta ugye sok testet részt vehetünk, nem csak a guggolásra. Hát én egy héten egyszer guggolok. És az csak guggolásból áll az az edzésem. Az Európa-bajnokságra Magyarországon kívül a világ számos helyéről érkeztek versenyzők. Gál Péter egy gyulai klub tagja, 30 éve foglalkozik erőemeléssel. 53 évesen a Masters 3 kategóriában mérettette meg magát. A verseny előtt természetesen neki is a világ csúcs megdöntése volt a célja. Heti szinten 3-4 napot szokott edzeni, ekkor 2,5 órát tölt az edzőteremben. 201 kiló, meg 200 most a guggolás világcsúcsa, megpróbálom 201 kilót. A fekvőnyomás világcsúcsa 117,5. Azt jó lenne elmenni 125-ig, de ahogy az ellenfelek is nyomnak, úgy kell velük menni. A Nemzetközi Erőemelő Szervezet októberben Németországban rendezi meg a világbajnokságot.